1993-ban hozták létre a Télvasúti Víz és Csatornarendi Társaságot a térség önkormányzatai. Nekik kötelező állami feladat az ivóvízszolgáltatás. Jelenleg 25 Dörvosa településen víz és csatornarendi szolgáltatással foglalkozunk. Azt jelenti, hogy 25 településen az ivóvízi szolgáltatás 100%-os, a csatorna szolgáltatásnál pedig, ha belevesszük azt, hogy most 4 elég nagy településen a csatorna beruházás is ebben az évben megvalósul, összesen 3 település marad még el, közel 90%-os lesz a csatorna szolgáltatás is. Nekünk elképzelésünk van, a 400 cégből újból 30-40 céget kell visszaállítani, rentábilissá tenni. Addig nem szeretnék nyugdíjba menni, még ezek a sorsa meg nem oldódik, és erre föltettünk mindent. Az, hogy a térségben egy vagy maximum két társaság működjön, és ezek összefogva továbbra is rentábilisak legyenek, mert az államtámogatás megszűnésével azt a lakosságnak kell majd finanszírozni, és jobban meg kell felelni az elvárásoknak, mert belsőleg kell majd valamilyen átalakulást kitalálni, amivel hatékonyabban leszünk.